Beismerte Korányi Dávid a baloldalnak amerikai pénzeket küldő NGO vezetője, hogy voltak intézményi támogatók a guruló dollárok mögött. Erről írt az Origo. A portál felidézi, igaz az Action for Democracy elnöke és a baloldal rendre azt állította, hogy a milliárdos külföldi támogatás mikroadományokból érkezett. Rákai Filip média szakember azonban egy hétvégi videóban leplezte le, hogy a mintegy három milliárdnyi összeg nem mikroadományokból, hanem mindössze 11 adományozó még júniusban is érkezett az Action for több mint 400 millió forint. A baloldal kampányát jó részt Amerikából finanszírozták, amit Markizai Péter vallott be még nyár végén. A bukott miniszterelnök előtt az adományozóknak többször is hálálkodott. Keti Marton magyar állampolgár, amerikai magyar, de olyan neves személyiségek is csatlakoztak az Action for Democracy, mint Francis Fukuyama például, vagy Wesley Clark. Márkizai Péter azt állította, a több millió dolláros támogatás mikroadományokból egy NGO-n keresztül érkezett. Elkezdtük stratégiai szövetségek kiépítését. Az Action for Democracy elnöke a botrány kirobbanása után szintén ugyanezt igyekezett kommunikálni. A New Yorkban élő Korányi Dávid, Karácsony Gergely korábbi városdiplomáciai főtanácsadója, közösségi oldalán még október közepén is azt írta, idézzük, a sok diaszpórában élő magyartól származó pénzekkel támogattuk az MMM-et, ahogy március óta átláthatóan kommunikálunk. Tízezer számra mikroadományokon keresztül támogatták a baloldalt. Ezt állítják folyamatosan tízezer számra. A megafonos Rákai Filip azonban egy hétvégi videó összeállításában leplezte le, hogy a egy három milliárdnyi összeg nem mikroadományokból, hanem összesen 11 adományozótól érkezett. Az adománygyűjtő felületükön bekapcsolva hagyták az adomány számlálót. Na nézzük csak hányan adtak. 11. -en. Nem tízezrek, hanem összesen 11. Ennyi adomány érkezett. A lebukást követően Korányi most újabb magyarázat talált elő. Csütörtök este egy kommunikét adott ki, amit számos balliberális portál, köztük a HVG online felületén hoztak nyilvánosságra. Ebben az AFD vezetője beismeri, voltak olyan intézményi és egyéni adományozók, akik magasabb összeggel járultak hozzá az Action for Democracy tevékenységéhez. Korányi szó szerint azt írta, soha nem állítottuk, hogy csak mikrotámogatásokból jött össze költségvetésünk. Korányi egyúttal tagadta, hogy az Action for democracy kapcsolata lenne a szabadkőművesekkel és az amerikai központi hírszerző ügynökséggel, a CIA-val. Erre a tevékenységre természetesen a guruló dollárok tényét hosszú tagadás után Karácsony Gergely is beismerte. A főpolgármester, akinek ernyő szervezete a 99 mozgalom, szintén gyanúba keveredett a tiltott támogatások miatt, a fővárosi közgyűlés szerdai ülésén közölte, tudott az Action for Democracy tevékenységéről. Sőt, miközben Márkizaj Péter többször is azt hangoztatta, hogy nem politikai célokra jött a pénz, a párbeszédes politikus a MediaWorksnek már úgy fogalmazott, a támogatást lényegében az ellenzék kapta. Hát nézze, hogyha az ellenzék közé sorolunk civil szervezeteket, akkor az ellenzéknek. Igen. Szervusz, Gergő. A főpolgármester a nyílt beismerés után 24 órával a partizán vendége is volt. A közel egy órás beszélgetésben azonban szó sem esett az amerikai pénzekről. Azt sem a főpolgármester, sem pedig Gulyás Márton balliberális aktivista műsorvezető nem hozta szóba. A Mandiner azonban korábban arról írt, a partizán is kaphatott a guruló dollárokból. Az Action for Democracy ugyanis a minap nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentés alapján egyértelműen kapcsolatba hozható azzal a National Endowment for Democracy-val, amely a partizánt is támogatja. Erről maga Gulyás Márton szerkesztő műsorvezető számolt be korábban. A lap szerint a YouTube csatorna a választási rócsójához szükséges 98 ezer dollárt kapta a nettől, a könyvelésüket pedig ugyanaz a személy végzi, aki a Bajnai Gordon volt miniszterelnökhöz köthető datadat ügyben is érintett.